Haladjunk tovább a C feladatunkkal. A baloldali kifejezésünk 192 plusz 52 szorozva 14-jel. Az összeadás és a szorzás közül először a szorzást fogjuk elvégezni. Erősítsük meg ezt azzal, hogy ide teszünk egy zárójelet. A jobb oldalon már zárójelben található egy két szám összege, majd a kapott összeget meg kell szorozni 14-jel. Amint már említettem, először is a szorzással kezdjük. 52-t szorozzuk meg 14-jel. Most az 1-essel kezdek szorozni, és haladok jobbra. Egyszer 52, az 52. Hogyha haladunk most a 4-essel való szorzásra, 4-szer 2 az 8, figyeljünk arra, hogy jobbra írjuk, és 4-szer 5 az 20. Ha összeadom, 8 magában 8, 2 plusz 0 az 2, és 5 plusz 2 az 7. Ezek szerint a következő lépésünkben majd a 192-höz hozzá kell, hogy adjuk a 728-at. A jobb oldali kifejezésnél a zárójel azt mutatja, hogy először is az összeadást kell elvégezni. A 192-t és az 52-t, ha összeadjuk, 2 plusz 2 az 4, 9 plusz 5 az 14, írom a 4-et, jegyzem az 1-et, és 1 plusz 1 az 2. Ezek szerint majd a következő lépésben a 244-et meg kell szorozni 14-jel. Visszatérünk a baloldali kifejezésünkhöz, ahol egy összeadás maradt még hátra. Írjuk le tehát a 192-t, majd alá a 728-at is adjuk össze. 2 plusz 8 az 10, írom a nullát, jegyzem az 1-et. 1 plusz 9 az 10, plusz 2 az 12, írom a 2-t, jegyzem az 1-et. 1 plusz 1 az 2, plusz 7 az 9. Ezek szerint a baloldali kifejezésünk értéke 920. Nézzük, hogy mennyi lesz a jobb oldali kifejezés értéke, ahhoz még el kell végezni a szorzást. 244-et szorozzuk be 14-jel. Úgy szintén most az 1-essel kezdek szorozni. Egyszer 244 az 244. Ha most szorzom 4-jel, 4x4 az 16, írom a 6-ot és jegyzem az 1-et, 4x4 az 16 plusz az az 1 az 17, írom a 7-et, jegyzem az 1-et, és 4x2 8 plusz 1 az 9. Összeadom őket, 6 magában 6, 4 plusz 7 az 11, írom az 1-et, jegyzem az 1-et, 4 plusz 9 13 plusz 1 az 14, írom a 4-et, jegyzem az 1-et, és 2 plusz 1 az 3. A jobb oldali kifejezésünk értéke 3416. A jobb oldali kifejezés nagyobb, mint a bal oldali kifejezés, ezért jelen esetben a kisebb jelet tesszük, amit úgy olvasunk, hogy a 920 kisebb, mint a 3416. És természetesen a fönti sorokhoz is ugyanezt a jelet oda tudjuk tenni. És végezetül nézzük utolsó feladatunkat ebből a feladatlapból. A baloldali kifejezésünkben egy zárójelben egy kivonás található, ezt kell majd szorozni 7-tel, míg a jobb oldali kifejezésünk tartalmaz egy kivonást és egy szorzást. Tudjuk, hogy a szorzás a fontosabb, éppen ezért a zárójellel utalunk arra, hogy először ezt a műveletet kell elvégezni. Viszont a baloldali kifejezésünknél egy kivonás van a zárójelben, vonjuk ki tehát a 7821-ből a 729-et. Kölcsön kell kérnünk, hiszen az 1-ből nem tudjuk kivonni a 9-et, viszont akkor a 10-eseknél is kölcsön kell kérni, tehát egészen a 100-osokig el kell menni. Egy 100-ast kölcsön adunk, marad csak 7, az lesz 10 darab 10-es, az itt lévő 2-vel az 12, de kölcsön adunk egyet, tehát csak marad 11, és a 10 darab 1-es plusz a már meglévő 1-es az 11-et ad. Most már elvégezhetem a kivonást. 11 minusz 9 az 2, 11 minusz 2 az 9, 7 minusz 7 az 0, és 7 minusz semmi az 7. A baloldali kifejezésünkben tehát a különbségünk 7092, ezt kell majd szorozni 7-tel. A jobboldali kifejezésnél, amint már említettük, a zárójelben lévő szorzást kell elvégezni először, szorozzuk tehát össze a 729-et és a 7-et. 7x9, 63, írom a 3-at, jegyzem a 6-ot. 7x2, 14, plusz az a 6, az 20, írom a 0-át, jegyzem a 2-t. 7x7, az 49, plusz az a 2, az 51.
Így a jobboldali kifejezésünknél, majd a 7821-ből ki kell vonni az 5103-at. A baloldali kifejezésnél maradt egy szorzás. Végezzük el. 7092 szorozva 7-tel. 7x2 14, írom a 4-et, jegyzem az 1-et. 7x9 63 plusz 1 az 64, írom a 4-et, jegyzem a 6-ot. 7x0 0 plusz 6 az 6, és a végén 7x7 az 49. Ezek szerint a baloldali kifejezésünk értéke 49.644. A jobboldali kifejezésünket is megkapjuk, ha elvégezzük a kivonást. 7.821-ből vonjuk ki az 5.103-at. Kölcsön kell kérni egy darab tízest, amit átalakítunk 10 darab egyessé. A meglévő egy darab egyessel az már 11. 11 mínusz 3 az 8. 1 mínusz 0 az 1. 8 mínusz 1 az 7, és 7 mínusz 5 az 2. Ezek szerint a jobboldali kifejezésünk értéke 2718. A két kifejezés közül természetesen a 49.644 a nagyobb, így akkor a többi sorba is oda tudjuk tenni a megfelelő jelet. Ezzel feladatlapunk végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!